Azt muszáj megenned. Tudom. A kutya szarba megy akkor is. Hát benne van a kalóriában, hát... Sziasztok, én Johnny vagyok, ez pedig itt a Bonbonon csatorna. Itt ő velem a párom Trixie. Sziasztok! Annyit szeretném nektek elmondani, hogy elértük az 5000 feliratkozót. Az ám, 5000! Az 5000! 5000! 5000! 5000! Hát nem tudok más mondani, nagyon szépen köszönöm. Nem gondoltam álmomba se, hogy el fogom élni egyáltalán ilyen nagy feliratkozó YouTube táborszámot. Nem sokára meg lesz az 5000 feliratkozó! És úgy szeretném megünnepelni, hogy azt beszéltük Trixivel, hogy készítünk nektek egy 5000 kalória hívást, tehát 5000 kalóriát meg fogunk enni. Tiéd a szó. Hát én először is gratulálok neked. Köszönöm. Ügyi vagy. Meg nektek. Megköszönni nektek, megköszönöm, hogy nézitek, megnézzétek sokat, meg kommenteljetek, lájkoljátok, szeressétek, nézzétek a videóit, úgyhogy megérdemli. Hát az a lényeg, hogy ugye felkerült a Hamarosan videó, ahol én majdnem elszóltam magam, és tadám, ez az a videó. Nagyon sokan érdeklődtetek, hogy nem lett-e semmi bajom, nem, én élek, virulok. Az a lényeg, hogy ezt senki ne próbálja utánunk. Ez a videó kizárólag szórakoztatás céljából fog létrejönni. Igen. Úgyhogy nem egy... Nem egyetek példát erről a videóról, tehát nem arról készül, hogy ti most utánozzátok. Én nem ajánlom senkinek, hogy csinálja. Ez tényleg kimondottan szórakoztatás céljából készül, ahogy Trixie is elmondta. Tehát nem azért csináljuk, hogy ti most ugyanezt megcsináljátok. Tudom, nagyon sok videós megcsináltam, egy testépítő, de ez nem azért készül, hanem szórakoztatás céljából. Igen, tehát mi a mindennapokban egyáltalán nem tudnánk így étkezni, mert sportolunk, egészségesen táplálkozunk, jó, néha mi is bűnözünk, de azért nem ennyire, meg nem ilyen mértékben. Igen. Úgyhogy, hát nézzétek, ahogy szenvedünk, mert enni kell, sajnos. Így van, tehát mi figyelünk a táplálkozás. Hogy egészségesen táplálkozunk, meg járunk edzőterembe, tehát sportolunk, sportemberek vagyunk. Pont, hogy ezért nekünk nagy kívás, hogy ugye ilyeneket kell enni. Nyilván szeretjük, csak mi ettől félünk egy picit, tehát mikor vettük a kaját, akkor eléggé így furcsán éreztem magam, de na mindegy, aki megnézi a videót, mert én kaják, videó közben szoktam kajálni, annak pedig jó étvágyat kívánok. Ja, úgyhogy kezdjük is. Na, jó szórakozást kívánok. Ja, és még egy, az 5000 kalóriába a folyadék nem számít, tehát hogyha bármilyen cukros lökjöt vagy vizet iszunk, az egyáltalán nem számít bele az 5000 kalóriába, tehát az már anélküli egy plusz. Így van, tehát úgy számoltuk ki, hogy csak a kaja van benne a kalória, a videó végén pedig bevágom nektek a képet, tehát benne lesz, hogy a kaja, hogy mennyi szénhidrát, mennyi fehérjét, de majd be fogjuk mondani külön. A videó végén meg fogjátok nézni, hogy a folyadék az nem számít bele, csak a kaja. De már nagyon éhesek vagyunk, szóval... Igen, meg majd lesznek eltérések, tehát ez valamilyen szinten több, mint 5000, de nem mindent tudtunk olyan nagyon pontosan kiszámolni, mint ahogy kellett volna. Na, így van, tehát egész nap megy a kamera, úgyhogy... Igen. Most már együnk le. Ne szövegeljetek. Hát igen, tehát... Megoldom. Hoztam ilyet, de... Maradok. Én ezt ide rakom az előtt. Thank you.
átlagos ember, aki se nem túlsúlyos, se nem vékony, átlagos kalóriabevitele olyan, legyen mondjuk nagyon nagy túlzásra a 2200 és 2400 között, ez meg már 1100, tehát azt valaki minden nap ezt teszi, meg még eszik mellé háromszor. Gondoljátok, hogy valaki tényleg nem a sportol, és alapból ezt teszi, mert oké, mi sportolunk, ugye én most tömegjelenésben vagyok, tehát nekem jó jött, de aki mondjuk tényleg nem jár edzőterembe, nem, bocsánat, hogy teleszel beszél, aki tényleg nem jár edzőterembe, hát gondoljátok, és napi szinten itt van, hát az gyomra, meg a pénztárcája, meg a mája, az így, szevasz. Egyszer olvastam egy olyan cikket, hogy egy külföldi ember felrakta rá az életét, hogy minden nap itt teszik, amikor éhes, elmegy oda, és hát egy pár év múlva, jó, de ő nem csak itt, amin havonta egyszer jött, egy évben egyszer, vagy egy héten kétszer, hanem minden nap, akárhányszor éhes volt. Tehát az minimum 3-4 étkezés, most valljuk be, eleve, hogyha meg ezt teszed, akkor meg még éhesebb vagy, tehát még több. És hát nem lett jó vége. Hát. Már nem tudnátok tőle megkérdezni, hogy milyen volt. Hát meg egy oldalon táplálkozik. Tehát az, hogy a könnyű szemét kellett a színben, bocsánat, de gyors kell. De hogy egy oldalon táplálkozol, tehát nem visz be olyat se, amire szüksége van a szervezetnek, tehát se kálium, se semmi a zöldség, gyümölcs. Most nem nagy szent akarok lenni, de most nem. De hát írjátok meg. Mindenki írja le, mi a kedvenc kajája. Nekem mától ez. Azt muszáj megenned. Tudom. A kutya szarba megy akkor is. Hát benne van a kalóriában. Hát én már érzem. Mit? Mit kéne érezni most? Hát. Tényleg nem vagyok hozzászokva. Hát ő is. Ez egy jó pörkölt, ez nem előzi meg. Jó, brassói. Brassói. Tölt káposzta. Család. Család. Amúgy láttam, hogy nagyon tetszik nektek a zsebszöveg videónk. Nem is gondoltam, hogy ilyen jól fogadjátok. Én is gondoltam, hogy lehetne belőle másik rész. Úgyhogy szerintem lesz. Még nincs megírva, csak mondtam, hogy biztos, hogy lesz videó, nem? Persze, hogy lesz. Már csomoltatom. Nekem random jön amúgy, de... Szóval egy csomó ötletem van, amit már elfelejtettem. Maga talált is nagyon szeretem, most is. Na már, hát eszek. Itt van rajtad. Hol? Vedd már le. Már lerepült. Ugráljál? Persze. A bogarak jönnek a szemétre. Thank you.
hogy 5000 kalória kihívás, de nem elég most ez az 1100. Hm? Most még ezen kívül enni kell, hogy... Na hát az van, fiúk, lányok, meg mindenféle emberek, hogy megettük a hambit, meg a sült krumplit, azóta ittunk kávét, meg iszunk folyadékot, meg sőt, mit te menövelőt is ittem. Szóval iszunk folyadékot, meg hallgattunk mindenféle zenét, de annyira lámosodtunk, hogy nem hiszitek el. Az túlzás, hogy aludtunk, de lefeküdtünk az ágyba, és így becsuktuk a szemünket, ment a zene. Hát no alvás, de pihentünk valamennyit legalább mondjuk, csak annyira lámosodtam. Nem tudod, hogy vagy vele. Elalszok. Úgyhogy... Na most megyünk kajálni. És megint kajálni, hát nemrég fejeztük be a kajálást, de már megint kajálni kell. Azt kérdezem. Mikor nem? Na, jó éjszakát, majd, majd gyere, jó? Majd, ha megetted a kínai, tehát gyere. Még van egy, hát még annyi féle kaja van, hallod. Még rengeteg. Hát még egy csomó mindent kell enni. Hát én tudom. Még egy csomó mindent kell enni, és nemrég ettünk, és úgy fel vagyok puffadva. Jó, így könnyűnek látszik, hogy jó, hát be, más simán meg tudod annyit enni. Csináld meg. Tehát akkor egyet te. Hát egyet, tehát úgy alapján véve amúgy szeretem a pizzát, a kínait, a csokoládét, meg az ilyen kajákat, de így egyszerre, hogyha tehát enned kell erőltetve, úgy nagyon nehéz, most úgy fáj a gyomrom, hogy minden bajom van, és még most fogunk enni, tehát én nem tudom, hogy fogom csinálni, de nehezen. Úgyhogy higgyétek el, hogy nagyon nehéz, tehát úgyhogy legyetek mellettünk. Mondjuk miért ezt látjátok már vége, de akkor is, na. Nem baj, elgurulunk a villamosig, azt megyünk. Hát, jó. Ja. Mondjuk amennyit sétálunk, hát megint az étvágy, mert mindjárt iszik még vizet, de ami rohadt nehéz ez a kamera. De közben bicepszesz vele. Persze. Hát akkor már fekszek az ágyba, jó. És így tartom a kamerát. És nem kis kameráról van szó, hanem kézi kameráról, szóval. Miért tartom? Azért, mert hát mondanom, hogy kényelmes, de igen, így. Mindegy, értitek, na. Szóval rohadt álmos vagyok. Megyünk enni. Ja, úgyhogy megyünk megint kajálni, úgyhogy... Jó étvágyat nektek! Igen. Remélem azért tetszik a videó, szóval... Jót rögtök rajtunk. Igen, úgyhogy ne próbáljátok utánunk. Ja. Ja. Na, akkor kicserélem az aksit, és akkor... Majd nem, hát ezt töltöm, amikor meg megyünk, akkor meg kicserélem. Uh-huh. Sziasztok! Megyünk gurulni. Ja. Még pihenjünk, hogy 100 óra hosszát, aztán kajálunk, jó? Így pubi vagy. Csipke Rózika, ébredj fel! Menjünk enni? Ez a fej. Megyünk edzeni? Hú, most te sem motiválj, itt már tényleg bajok vannak, tényleg ki vagy. Hát ha már nem megyek edzeni, akkor... Azt még csak 1200 kalóriát ettünk. És még van egy csomó kaja. Lassan ébredezzünk. Na jó van, tartsatok velünk. Sziasztok! Ó, milyen fejem van, nem áll. Na túl vagyunk a pihenés. Igen, azóta megéheztünk, tehát én már lemarom a falat, amúgy éhes vagyok. Nagyjából én is. Hát majd meglátjuk, hogy ott leszünk. Mondjuk most már bele kell húznunk, mert eddig nagyon keveset ettünk. Tényleg annyit ettünk, amit láttatok, de még van azért csokoládé, itt van nálunk. Aha. Szóval nem most... mind van nálam, mert még azért az esti pizzához is tartogatunk. Ilyen, bombon. Várjatok. Ebből nekem 8 darabot, Johnnynak 7 darabot kell megenni. Meg ugye még van két-két tábla csoki, meg még két fajta bombon. Ó, gyerekek. Amiből 11-11 darab, meg 7-8 darab. Várjál, mert ott ülnek azért picit, álljunk meg. Egy picit csak.
Úgyhogy gyerekek, még nagyon sok van, de igyekszünk azon, hogy mindent teljesítsünk. Most megyünk kínait enni, utána csoki. Hoztunk azért vizet is, de... Csém. Legyél lelkesebb. Nem amúgy lelkes vagyok, de... Állj át, Csép. Jó, meg te meg magasabb vagy, na. Nem amúgy lelkes vagyok, csak azért... Úgy erőltetve annyira nehéz, tehát hogy alapjában amúgy szeretem az ilyen kajákat, csak hogy egyszerre ennyit kell lenni, nagyon olyan erőltetett, de próbálom úgy rávenni igen. magam. Nem azzal van a baj, hogy tartasz egy csalónapot, de a csalónapból általában csalókaja, és azt általában egy nagyon ritkán egyszer szoktunk aznap. Ilyen, mit tudom én, ilyen gyors kaját, nem egész nap azt tenni, úgyhogy... Hát igen, heti egyszer, de... Főleg, hogy én nem vagyok ezekhez a csalókajákhoz hozzászokva. Nem azt mondom, hogy nem szoktam nasizni. Ez mi volt? Nem szoktál nasizni, igen? Nem szoktam nasizni. De zavar. Bocsánat. Nem szoktam nasizni, de tényleg vagyok hozzászokva ezekhez a kajákhoz, mert ugye sportolok, és tudom, hogy mit kell bevinnem, szénhidrátot, fehérjét, meg miből mennyit kell. Megmenni egy kis nasit, ugye mivel tömegelek, de nem vagyok ezekhez hozzászokva, hogy ilyen gyors kajákat eszek. Tehát én azért minden nap ezt nem tudnám. Én sem. Úgyhogy röviden ennyi. Találkozunk a kínainál. Tartsatok velünk. Na menjünk, már éhes vagyok. Menjünk. Iszok vizet, mert szomjas vagyok, Trixi kiveszi. 10 perc, mert jön a villamos. De ezek kellett rohanni. Mind a ketten rohantunk. Mert azért idő, mire megesszük a kínait. Nem menni le? De. Jobb kézzel még sose videóztam. Meg mire beállítom az állványt, mert azért tudjátok, az is idő. Igaz? Igen. Iszik. Mesélj valamit. Amúgy te ne ételem. Nem hiszem, hogy mondtál, de ki voltam száradva. Nem mondtam még én, meg... Ez aztán hasít ez a villamos, vagány. Ez nem 10-zel ment. Igen. Nem hiszem magam tele, csak ittam vizet, mert ki voltam szádva. Amúgy ilyenkor nem merek sok folyadékot inni, de azért inni kell folyadékot. Ezért mondtam, persze. De jobban segíti az emésztést. Jól van. Úgyhogy folyadékot azért iszunk, csak óvatosan, mert nagyon telít. 5 perc múlva jön a villamos. Amúgy 18 óra 37 perc van, csak így videóban nem mondtam, bocsi. És mikor jön a pizza? Mikor rendeljük? 11 után, már nem emlékszem, szerintem 11 óra fél után. 12 körül. Fél 12 körül rendeljük a pizzát, és a névfélre ér ide. Kemény. De mi meg kell ennünk a csokikot, de mindent látni fogtok. Igen, itt egy kicsit rosszul lettem.
Hú, hát túl vagyunk a kínai evésen. Én nagyon végig szenvedtem, szerintem jobban, mint Trixi. 10-szer annyi, 100-szor annyi. Nagyon csípős volt. Ha tudtam volna ennyire csípő, hogy nem kértem volna. Én úgy szoktam a kínai kajánál, hogy mindig mutatom, hogy ez kell, az kell, az kell. Úgyhogy nagyon megszenvedtem. Azért raktam alá a zenét, mert nyilván ez már utólag mondom. Azért raktam alá a zenét, mert felgyorsítottam, mert ott rengeteg ilyen ugye játékterem van, és ugye nagyon copyright lett volna. Úgyhogy bömbből tovarított a zene. Túl vagyunk a kínai, nagyon csípős volt, amennyire láttátok, hogy szenvedtem, tényleg annyira megszenvedtem érte. Hát a csoki az még jól esett, meg utána bírtam volna még enni, de úgy voltam vele, hogy csinálok helyet, utána nem győztem vizet inni, tehát én nagyon megszenvedtem érte. Mi a véleményed? Hát én most jól érzem magam, se nem gurulok, se nem vagyok éhes, úgyhogy most jól vagyok. Hát most én sem vagyok éhes. Mire jön a pizza, addig azt szerintem bírok enni, de most így... Hú, brutálisan tele vagyok. Én meg azon röhögtem, mondom neki a villamoson, hogy a Changbao az cheap. Valahogy így feljött. Erre felkérek Changbaót, utána kiderül, hogy ő is azt kér, csak ugye ő mutogatóva. És akkor azt mondja, hát ez cheap. Mondtam a villamoson, hogy a Changbao cheap. Mit mondtál? De nem tudtam, hogy ez a Changbao, vagy micsoda, hanem... Nem baj, egyszer megtanuljuk. Én mutattam, hogy ez kell, amaz kell, meg az kell, meg az kell. Én sose tudom ezeket, hogy szám, meg név. Jó, tudom, melyik a szetán magos, meg a... Csúsztatott csirke vagy. Igen. Belsőségeket szeretem, akkor mikor jó csurog erre a zsír nekem, meg mindene. Meg az ajnás. Igen, csúsztatott, meg mászott csirke. Én ezeket nem tudom annyira, de annyit tudok, hogy szezámmagos, meg így mutogatni szoktam. Úgyhogy nagyon megszemettem érte. Csúsztatott kobrahús. Tényleg amúgy kobrahús is van ott. Tudom. Vicceltem. Na, de amúgy tényleg viccet félretéve, én nagyon megszemettem érte, meg nagyon csípett. Azért próbáltam gyorsan enni, mert annyira csípett, hogy nem is az, hogy sok volt, hanem az, hogy annyira csípett. Azért nem kértem ilyen szezámmagost, ez egyébként Trix ötlete volt, mert hát, jobban csúszik. Jobban csúszik, hogyha nincs, igen. Úgyhogy inkább ilyen, hogy mondják ezt? Mit? Hát ilyen szószosabb feltéteket kértünk, tehát Changbaót, meg bambuszos, fafülgombás köretet, te hagymás csirkét, meg Changbao csirkét. Igen, úgyhogy tényleg nagyon csípett, de lényeg, hogy túl vagyunk rajta. Úgyhogy, bocsánat, lényeg, hogy túl vagyunk rajta. Én nagyon megszenvedtem ilyet. Én nem gondoltam, hogy ennyire meg fogom szenvedni. De egyébként jól esett, tehát finom volt, tehát nem, én amúgy sem járom a kínai, meg Trix is, tehát semmi baj nem volt vele, csak nagyon csípett. Tehát elkezdtem menni, mondom, ez csíp, jó. Elkezdtem menni, mondom, egyre jobban, és amikor már lenyelem a kaját, és utána mondom, aztán mondom, ezt még mind meg kell ennem, tehát így, és gyorsan elkezdtem menni, nagyon durván, tehát oké, fel van gyorsítva nektek, de mikor visszanéztem így a felvételt, visszanéztem, hogyha bele-bele nézegettünk, akkor láttam, és akkor mondom, hú, nem mertem visszanézni. Tehát ha én ma vágnám össze, nekem annyi lenne. Meg ismerek olyan nőket, akiknek az a beteg ötletük támad, hogy a Changbao csirkére egyenek alkoholos konyakmeggyes bombont. Jaj. Szeretlek. Hallod? Ettem rá ezt az alkoholos meggyet, mondom. Mi az Isten, mondom. Nem elég, hogy csípett rá még ilyen alkoholos csokoládét, hát mondom. Na, az ütötte az egészet, mondom. Megettem, mondom, azt a... Elkezdtem gyorsan, amikor felemelgettem, mondom. Na, úgyhogy a következő kajánál jövünk. Jaja, tartsatok velünk. Gyerekek, én nem tudtam, hogy ilyen nehéz lesz. Nagyon szenvedek. Te is, hogy ilyen jó kajákat eszel, igaz? Hát... Mondd a Trixi, hogy ismételjük meg ezt a napot, holnap, hogy a... Az emlékeket felidézzük. Mit voltam, hogy... Holnap olyan görcsünk lesz, hogy... Meg ideg görcsünk is. Nem győzünk vizet inni. Úgyhogy lélekben legyetek velünk. Mindenki írja le kommentbe, hogy kitartás. Kitartás! Semmi köze az 5000 kalóriához, de így is sokat kell cipelni. Mutasd nyugodtan. Igaz? Hát igen, be kell vásárolni. Még meg kell ennem a sajtot, meg a bombonokat, meg a csokoládét, és még utána jön a pizza, amit meg fogunk rendelni, amiről lesz ugyanúgy felvétel.
Csak voltunk közben bevásárolni, bocs, hogy szól ilyen idegesítő zene, csak tudjátok, főtér, remélem nem lesz copyright. Jó. Úgyhogy amúgy egyébként tök jó napunk volt, úgyhogy... Írjátok meg kommentbe, hogy hogy lehet erre bulizni. Ja. Meg közben találkoztam egy feliratkozómmal is. Szia. Az utcán, úgyhogy üdvözlöm innen is. Úgyhogy... Jó volt. Megkutyáztunk. Ja. Szemi. Szemi meg Igor. Szemivel, meg Igorral. Innen is üdvözlöm, mert nézi a videót, és mondta, hogy meg fogja nézni. Úgyhogy ő feliratkozom, és ott a nagy templom. Úgyhogy remélem, hogy tetszik nektek a videó eddig. Hát megszemettünk a napért. Nagyon. Én rohadtul elámosodtam, hát főleg a kínainál. Nem tudom, de hogy vagy így a nappal, és még plusz még bevásároltunk cipekszünk. Cipekszünk. Én most pörög, Trixi. Nézzétek, hogy pörög. Gyorsabban, gyorsabban, gyorsabban. Vagy felgyorsítod. Körülbelül. De már szédülök, jaj. Várjuk a villamost. Gyere már! Menni akarunk. Amúgy nehéz a kamera. Na, úgyhogy... Sziasztok! Egész nap erre vágytam, csak nem ijattam, mert telíti a hast. Egészségetekre. A boltban rohadt meleg volt. Szétizzadtam az agyamat. Mit? Az agyamat, tudod? Nincs! Egész nap erre vágytam, hogy üljek. És most ülünk a villamoson. Végre ülünk a villamoson. Olyan jó leülni. Szétment a lábam. This is too much külföldi, hindu villamos. Végre milyen jó leülni? Aha. Kéne laptort. Na, vegyük úgy, hogy megettük a pizzát, azt aludjunk. Ja. De végre jó leülni. Valami jó finom pizzát tegyünk most már. Finom pizzát eszünk, mindjárt rendeljük. Még haza kell menni, meg ezeket hazacipelni, meg kávétér. Mindjárt otthon vagyunk. Egyik kezemmel cipelem, másikkal fogom a kamerát. Fél óra múlva rendelni kell a pizzát és rímelt. Hú-hú! Minimum egy Rambo! Még most szálltunk le a villamossal, és most tudatosult bennünk az egész. Még most néztem meg Trixi a neten, a telefonon. Fél óra múlva ember, hát még épp, hogy hazaérünk, úgy fáj a gyomrom, hát tele vagyok kínaival. Alig várom, hogy tele igyom magam jó sok folyadékkal. Érted? És igen. Hazagurulunk. Igen, és akkor mindjárt rendelni kell a pizzát. Érted? Igen, hülyén áll rajtam a sár, de hát most tele a kezem. Tudod, hogy milyen rohadt nehéz? Nagyon vicces. Jó röhögni a YouTube előtt, mi? Sok hülye. Ki az, aki? 10 órakor, mert 10 óra van. 10 óra este, 10 van, így van. Úgyhogy... Egész nap ment a kamera. Nem merem telehinni magam, pedig olyan szomjas vagyok alatt, hogy nem mehetem mondani Trixinek, de nagyon szomjas vagyok. Nem merem telehinni magamat. Most elmondjuk a terveket, ami le van írva, helyet kinyomtatva. Tiéd a szó, Trixi. Tehát ez az 5000 kalória egy táblázatba lett foglalva. Elsőnek az étel, a kalória, meg magunknak az ár, hogy ez nekünk mennyibe fog kerülni. Most eltakartod a fejem. Bocsánat. Szénhidrát, zsír, fehérje külön-külön kiszámolva, és ez mindez összesítve. Tehát Johnny összesen az 5000 kalória alatt 510,3 g szénhidrátot, tehát egy fél kiló szénhidrátot vittél be, zsírt 259 g-ot, uh-huh. Fehérjét 138,6 g-ot. Én 483 g szénhidrátot, tehát én kevesebb szénhidrátot vittem be, mert én fogyózok amúgy is. Én meg tömegelek. 261 g zsírt vittem be, vagyis hát még ugye, még eszünk, csak annyi lesz összesen, fehérjét meg 132,6 grammot. Azt is mindjárt elmondjuk, hogy még miket eszünk. Úgyhogy. Az a lényeg, hogy Johnny-nak még van itt bombonja,
meg egy fél tábla csokia, ugye a két táblából ennyi maradt, meg még van itt két darab, amit most fogok elosztani. Ebből fogok 7-8 darabot odaadni, ilyen arányba. Bocsi. Igen. Várjál, fókuszál. Ki lesz az? Igen, tehát most ebből Johnny kap 7 darabot, én meg 8 darabot. Majd vissza. Szeretem. Nézzék a nézők is. Igen? Adj ide. Én ezt nagyon szeretem, ezt a bombont. Hé, nekem még van egy nyomós sajtom. Igen. Még azt meg kell ennem. Ja, igen, mert közben megrendeltük a pizzát, majd arról is lehő láttok felvételt, hogy hát a, nyilván, hogy átveszem a futától, azt nem. Hát nem, hogy kimegyek a futárfa, azt felveszed. Akkor kapod meg. Látjátok? Így mutatom. Jó, és most messzebb. Na, úgyhogy ő az. Szépen ki van nyomtatva, a Trixi megcsinálta Word-be. 5000 kalória összesen. Hát nyilván ez nem ingyen volt, tehát ez mind lóvé. De el is minden zabáltunk. És gondoljátok el, tisztelet a kivétel, de valaki meg ráadásul ennyit eszik. Úgyhogy nem sportol. Mondjuk ha sportolsz, akkor se szabad ennyit. Hát ha rendszeresen vinnénk be, akkor nyilván nem lenne jó, oké, hogy fehérje, meg izé, de akkor is ugye gyors kaja, meg tudjátok. De néha lehet csinálni csaló kaját, de nem csaló napot, tehát azért annyira az nem egészséges. Tehát nem is azért készült ez a kívás videó, hogy most így példát vegyetek rólunk, hogy most ezt kell csinálni, ez csak szórakoztató a szélből, meg hát magunknak. Úgyhogy ez nagyon nagy kívás, mert én tényleg nem vagyok ezekhez hozzá, szóval mindent szeretek, amit egyébként eszünk, tehát nem arra van szó, hogy nem. Csak tükszíközben pakolászik, de tehát az, hogy erőltetve ugye, hogy hirtelen ennyit kell bevinni, az viszont nekem nagyon sok, tehát ilyet nem fogok csinálni. De már elértük az 5000 feliratkozót, akkor ennek örömére szerettem volna veletek megünnepelni, és nem úgy, hogy leiszom magam, mert amúgy sem vagyok olyan, hanem akkor nyilván már kaja, ha már sport, akkor kaja. Ez például, ez a tenger gyümölcsei, ez a La Familia kedvence. Amúgy tényleg azt szeretem. Meg ezt. Úgyhogy... mivel gyors kaja, hát attól úgy elámosodtam meg, hogy hirtelen tudjátok, sokat kell tenni. Próbáltam ilyen, vagy próbáltunk több ilyen vlogot betenni a videóba, hogy ne legyen az unalmas, de remélem, hogy tetszik nektek azért. De tényleg írjátok le a véleményeteket. Úgyhogy... tömjük a majmot. Fú, ez már nagyon édes. Igen, tessék. Jön a pizza. Az előbb nem nyitottam ki az előt. Pizza. Írjátok le, hogy pizza. Hát nem lennék operatőr amúgy. Hát ezt elégszem. És tudom, hogy... be kell zárnom. És tudom, hogy kell ezt fogni amúgy. Hawaii pizza. A másikat én nyitom ki. Jó. Rázumolok. Annyira jó illatom, hogy mindjárt megeszem. Ezt meg fogom enni. Azt nézzétek. És most Trixi arcát rázumolok. Ezt most meg fogom enni. Mondjuk muszáj, de amúgy is.
Hát igen, nagyon nagy kényszer. Hát ez isteni. Még sose ettem egy ennyi hawaii pizzát, mindig életem vettem egyszer egy szeletet, úgyhogy én imádom az ananászt, úgyhogy... De jó életem van nagyon. Na, hagyj egyem. Közelebb jön? Összehajtom, azt megeszem. Songoku pizza, mi van veled, he? Én fogom, azt összehajtom, azt megeszem. Hát most mit izéljek, nem? Songoku pizza. Azt ne edd meg. Miért? Nagyban egy pizza. Hú, ez jó lesz, gyerekek. Be fogjuk falni. És lesz róla a felvétel. Azért, mert így van az állvány. Közben mi elindítunk egy filmet, ha el tudom még mondani a mondókámat. Köszönöm. Kellek. Hallom. Jó. Elindítunk egy filmet, romantikusan, összebújunk, és megesszük a pizzát. Ez hát egy magunkban egy elég unalmas lenne, de úgyis fel lesz gyorsítva, de látni fogjátok, benyomjuk a pizzát. Nagy nehezen elfogyasztottuk a pizzákat, a bombonokat, a csokikat, minden el lett pusztítva, csak mondom nektek. Úgyhogy tele vagyunk, de amúgy... Mint a déli busz. Igen. Hú, halljátok. És vannak olyan emberek, akik a 10 000 kalóriát csinálják, hát... Minden szegények. Kitartás, meg tiszteletem nekik, de... De ne csináljátok utánunk. Úgyhogy... Hát aki tényleg végignézte az egész videót, mert nem tudom hány perces lett, még nem vágtam meg, de valószínű, hogy elég hosszú lett. Köszönöm, aki végignézte a videót, és ennyi türelme volt hozzánk, és aki rendszeresen néz engem, vagy a közös videóinkat, minket. Ugye mi meg ketten szerepeltünk a videóba. Meg neked is, hogy csináltál velem közös videót. Köszönöm, meg hogy bevállaltál ezt az 5000 kalóriát. Tudom, hogy finom, de tényleg nehéz volt ezért, szóval tényleg köszönöm. Most tényleg minden viccet félretél. Meg azt, hogy segítettél nekem összeérni a kalóriákat, mert azért valljuk be, hogy azért nem volt könnyű. Tehát azért nyilván pénzbe is került, időbe is, azért azt ki kellett nyomtatni, el kellett menni egy helyre, mert azért nincs nyomtató, hanem ki kellett nyomtatni, ki kellett, a számolgatás az rengeteg idő volt, meg hogy miből mennyit, elmenni helyekre, ugye, meg kell enni, akkor megrendeltük a pizzát, arra is kellett válni, meg rohanni ide-oda, szóval azért sok idő volt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és még egyszer nem győzöm meghálálni az 5000 feliratkozót, nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy a 10 000-et is ilyen hamar elérjük, én szeretném elérni a 10 000-et, legyünk minél többen, és minél többen leszünk, annál többen leszünk akár a közönség találkozó, meg itt a YouTube csatornán, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok, hát nagyon nehéz egy nap volt, de egyébként élveztem. Tényleg élveztem azt, hogy egész nap ment a kamera, tényleg most is, hogy filmet nézünk, vagy néztünk. Ugye végig ment a kamera, tehát így le volt rakva, ugye ott a monitorom, és akkor előtte van a kamera, meg az állvány, és akkor végig ment a kamera, képzeljétek el. Tehát láttuk a filmet, csak azért én nagyon elfáradtam, nagyon tele vagyok, tehát a
kajáról most én nem akarok hallani nagyon sokáig, nyilván fogunk enni, de azért na, mondd el a véleményed így az egész napról, a forgatásról. Elalszok. Nem amúgy, hát én is elvesztem, oké, hogy finom kaják, meg minden, de azért ezt így egész nap enni nem lehet. Neked gratulálok, meg bármikor szívesen segítek. Feláldozom magam az evéshez. A következő 10 000-nél megint lesz valami. Ajánlhattok ötleteket, de nem a 10 000 kalóriát. Nem. Azt az egyet tényleg nem. De egyébként 10 000 feliratkozónál egyébként tényleg tervezünk valamit, de azt nem áruljuk el nektek. De hogy nem 10 000 kalória kihívás, az tuti, úgyhogy nem. 100 000 kalória kihívás, olyat is láttam már, úgyhogy... Jaj. De hát az lenne a legkisebb gond, tehát egy 100 000 azt elérném, hallod, fú, kiraknám ide a díjat. Na mindegy, tehát tényleg érjük el a 10 000-et. Még egyszer köszönöm szépen, hogy ennyien vagytok, követtek, néztek, lájkoltok, írtok. Nem győzök hálálkodni, tényleg, basszus, annyira jól esik, hogy 5000 ember engem néz, és tényleg jól esik, köszönöm szépen. Úgyhogy nagyon jól éreztem magam, de annyira, amennyire jól éreztem magam, annyira is elfáradtam. A kezdete meg a vége boldasztó nehéz volt, közben már nem annyira, de egyébként tényleg jó volt, csak... Amikor már mentünk kajálni, meg mit tudom én, tehát akkor jó volt, csak mikor kajáltunk, akkor az a csípős kínaját, az embertelen volt. Te élvezted a napot? Igen, és most van éjfél, úgyhogy lezárom a napot. Hát nem telt el még pont így a 24 óra, de... Nem 24 óra telt el, olyan 11. Na, 11 óra hossza alatt befaltunk 5000 kalóriát. Hát azért valljuk be, hogy azért ez nem megterhelő a szervezetnek, csak azért mondom, hogy nem ajánlom tényleg senkinek, tehát ez valljuk be nem egészséges dolog. Én azt mondom mindenkinek, most nem akarok elszent lenni, mert oké, most mi is tartottunk ilyen csaló napot. Én azt mondom mindenkinek, sportoljatok, figyeljetek nagyon a táplálkozásra, bocsi. Figyeljetek nagyon a táplálkozásra, sportoljatok, figyeljetek oda magatokra. Ha kell edzőterem, fussatok, vagy bármi, csak mozogjatok gyerekek, mert legalább tovább fogtok élni. Úgyhogy még egyszer köszönjük, hogy velünk tartottatok, remélem, hogy tetszett a videó. Ha igen, akkor iratkozz fel. És találkozunk a következő videóban, nézzétek meg a többi videókat. Én Johnny voltam. Én meg Trixi. A metál legyen veletek, sziasztok! Sziasztok! És a nap végén a legjobb... Kipubim. Nem sokára meg lesz az 5000 feliratkozó. Ami ad erőt, az benned van. Bízd magadban, ami van, szeretem, ami gyógyít téged. Sebek gyötörlik, pedig erősebb leszel. Ami ad erőt, az benned van. Bízd magadban, ami van, szeretem, ami gyógyít téged. Bizony.